Három nyeretlen meccs után fogadta hétfőn este a Fehérvár futszál az Érd együttesét. A legjobb négybevágyó hazai csapat megpróbálta meglepni tizedik helyen álló ellenfelét. A fehérváriak játékos edzője, vagyis a csapat kapusa Revelan Zoltán ötödik mezőnyjátékosként rohamozta az érdi kaput. A vezetés pedig éppen ezt kihasználva a vendégcsapat szerezte meg. Gabai Gergely kapusa harmadik percben jutatta előnyhöz a narancsmezes együttest. Béres két góljával azonban a 14. percben már a Fehérvár vezetett. Simon ugyan még egyenlített, a folytatásban azonban már csak hazai gólnak tapsolhattak a fehérvári drukkerek. Béres végül mesterhármasig jutott, de Molnár Csaba és Horváth László is duplázott, illetve Kéri Péter volt még eredményes. A látványos sok gólt hozó mérkőzést így 8-2-re nyerte a Fehérvár futszal. A mai meccs kulcsa igazából abban rejlett, ugye volt három nyeretlen meccsünk, én ott azt mondom, hogy ott is jól helytáltunk, úgyhogy érett ez a siker. Igazából ez a kötelező győzelmek közé sorolandó, úgy néz ki, hogy sikerült. Szerintem helyenként jó játékkal, fiatalok is tudtak játszani, úgyhogy gratulálok a csapatnak. Mindenképpen szeretnék a négybe lenni. Most a következő meccs az két hét múlva lesz, a BME-vel, ők is a négy közé szeretnének jutni. Ez igazából egy 6 pontos derbi, ott nekünk mindenképpen nyerni kell ahhoz, hogy a négybe legyünk. A jelenleg negyedik Fehérvár futszalam olyan kiki meccsen fogadja legközelebb az ötödik BME együttesét március végén. A legjobb négy közé jutásért való versenyfutásban nagyon fontos mérkőzés vár tehát majd Béresékre.